Szevasztok! Szevasz, Attila! Hello! Megyünk a nagykövetségre. Belőttem a sérom, hogy a izére, a fényképre jó legyen az útlevél fényképre. Aha, nagyon szép lesz. Kezdve, megvan nekem a legutóbbi 4 fényképem, majd beposztolom a útlevél hosszabbításokról. Mind a 4 útlevél kép. Majd meglátjuk, hogy ilyen 20 éves koromtól körülbelül. Aha. Most csak 25 vagyok, úgyhogy évente kell hosszabbítani. Na, megyünk a nagykövetségre, rohanunk. Hol van ez, Attila, pontosan? A 52. utcában, az East Side-on. 52. East Side, ja. Manhattan. Ja. Úgyhogy veszünk egy kis utat is, meg kamionos vagyok, ja. Na? Manhattan 4K-ban. Olyan, mint egy kártyavár, nem? Ja. Olyasmi kinézete van. Mekkora flat screen TV-t raktak fel, mi? Ja. Én még ilyet itt nem is láttam. És milyen jó képe van. Ez kurva jó. Mert közelebb már kicsit pixeles, nem? Nem annyira. Melyik hídon megyünk most ott? Fogalmam sincs. Azt sem tudom, hol vagyunk. Valahol megyünk egy marha szép hídon. Milyen hangja van. DMV tolja, nézd. Megvan, örülve. Ja, nem mint ha lehetne haladni, de ezért beregteti a jelvőnek. Beregteti. Hogy megvan vadulva kezdeni? Mellettünk meg a keleti folyó az East River mehet ennek a keleti részén. Amúgy 10 órára van időpontunk a nagykövetségre, és időpontot kell foglalni. 2-3 hétre, vagy több, sőt, ez már várja, mikor decemberben foglaltam le. Ja. És ugye az van, hogy 10 órától fogadnak, még van 4 percünk, hogy odaérjünk. Ja, nem fogunk odaérni, de annyira nem veszik szigorúan, úgyhogy... Nem éljük. 53-oson megyünk, utána majd el kell, menj el még egy pár evenyút. Ja. Hát ez itt a Cityballnak az épülete, az a lecsapott tetejű. Aha. Annak az aljában szoktunk ajánlani, tök jó éttermek vannak, ilyen van, hogy szedhetsz magadnak, meg tudom én, hogy sütnek, főznek. All you can eat, vagy? Hát büfé. Nem all you can eat. Ilyen büfé, ja. Amennyit szedsz, annyit fizetsz. Na, hozzá, nézzük, be van dobolva előtt. Bedugították, ilyenek ezek. Na, csak át? Hát, átmenjünk? Elmenjék jobbra, ne? Hát el kéne, nem? Ja, lehet. Túl sokáig fogunk itt állni. Bácsit állnék sem. Sárgán elkanyarodhatunk. Figyeld, elüti a biciklist. Jó, csak kínai? A
Bringás. City bike-os, ja. Aha, city bike-os, majdnem elütötte. Vagy majdnem a bicikli tette el. Ja, majdnem neki ment a bicajos. Azért ezzel a turbót, nem? Itt a... Ja, nagyon beturbózott a gép. Itt vannak a bringák, ezeket lehet kölcsönözni. De ilyen már otthon is. Van otthon is, ja, láttam a magyar egyen. M1. M1-esen. Hanyas evenyúnál vagyunk? Második evenyú még csak. Kettő. Csaj, pont bazzag. Na mit elesett el? A izébe, bazzag, bevertem magát. Összetörte magát? A mit pont. Csinál? Én nem láttam innen. Szerintem... De takarásban. Meghalt? Nehogy halt. Nem, szerintem beakadt a lába a izébe. Mibe? Hát a csatornába. A csatornába? Ott feltreng a nő. Ott feltreng a földön. Igen, csak elesett szegény. Na, mióta ülünk itt ebbe a dugóba? 10 perce. Ebbe az utcába. És utálok késni. Aha. És szeretsz pontos lenni? Azt imádok. Nem vetted még észre a tél? Aha. Na tessék, figyelj, ott van. Ott van itt a parkoló, tessék. Okay. Borulj be ide. Tök szép, széles bejárója van. De nem hiszem, hogy beengednek. Miért nem engednének be? Nem akkor szeretik kitolhatsz a trakokat, veneket. Olyan nincs, hogy nem szeretik. Én is sok minden... Nem szeretek, attól... No vans. Az no vans, az... Oda van írva, no vans. Aha. Oké. Akkor ide nem lehet bemenni. Mindegy, figyelj, vissza kell menni az utcába, mert nem, ha nem fognak fogadni, akkor... De fogadnak. Fél óra késéssel? Persze. Mi 3-4 órát késünk. Az meg elgint elmegy egy. Na, van itt hely. Ti 3-4 órát késedek? Hát nem, késtünk, de mondom, utána még egy 3-4 órát ott ültünk. Azért ültetek, mert ezért meg késtetek. Mert voltak előttünk, tehát nem az van, hogy odamész az ablakhoz, és akkor ú, neked ennyire volt időpontod, akkor már is. Itt is egy kurva tűzcsap. Tűzcsap, az nem lehet állni. Ja. Ez mind konzulátus, diplomata. Uh-huh. Hát, ja, itt rengeteg ilyen konzulátus van. Ugye, de az ott beállod a kicsivel, minivel. Mazdával kellett volna jönni az enyémmel. Egyből beálltunk volna. Ez már rég, igen. Ott ment a lenne. Na, még itt vagyunk a követség előtt, de, hogy mi az konzulátus előtt, de Billy már kijött. Egy újsággal. Megjött a papír. Milyen újságot találtál? Amerikai magyarság, $2 az ára, de ingyen volt, amin nagyon meglepődtem. Mondjuk február 25-i legfrissebb szám. Ó, ez a legfrissebb? Jó, hogy már március van, de... Na mindegy, van benne minden. Sikerült elintéznem az útlevélkérelmet. Mindjárt mondom neked, 10 éves kértem, 83 dollár, dehogy is 93 dollár volt, bocsánat. Az elég. 93 dollár volt, plusz le kellett hitelesítenem egy, az volt a nagy lehúzás, hitelesítés, az 30 dollár volt postaköltséggel, mert ugye majd nem tudták itt lehitelesíteni. Aha. Majd lehitelesíti a konzul, vagy kicsoda. Hát most van elvileg ez a fashion show. Ja, valami fashion show. Divat bemutató jellegű. Igen. Mert rengetegen mentek be a főbejáraton. Igen. És az viszont 30 dollár volt, ez sok, nem? Hát figyelj. Amikor itt, itt hogyha valamit le akarsz hitelesíteni, bemész a bankba és ingyen lehitelesítik. Aha. Ja, hát hogyha ott van ekented, akkor igen, a bank meg. De itt magyaroknak nekünk ez itt 30 igen. dollár. Örülj neki, hogy magyar vagy, nem? Hát én örülök amúgy. Na, azért. Szép magyarnak lenni. Úgyhogy most elindulunk valamerre, valamit kéne kajálni. Azután meg sietni kell haza, mert a busztatból ma érkezik Attila. Az igen. Hány hónap után? 8, 9? 10. Ja. 10. 10 hónap után már a FedEx küldte is az e-mailt, hogy ma fogják szállítani. Úgyhogy... Épp időben. Induljunk el, gyönyörű idő van. A szél se fúj egyébként, ja. Egy nagyon jó detektoros idő is lenne. Ja. Mehettem bele egy detektor? Itt a detektor. Itt nem itt lehet detektorozni. Mehettem az egyetlen. Nem az egyetlen, de az egyik.
olyan hely, ahol nem lehet detektorozni semmilyen szinten, sehol. Pedig itt van hátul a detektorom, Attila. Ja. Hát lehet a Hudson folyóparton, nem? Ott se lehet. Ott se lehet. Menetembe sehol nem lehet. Hát jó. Itt lelőnek a helyszínen. Hát akkor induljunk el. Ja, megyünk valamerre, aztán meglátjuk, mi lesz. Meglátjuk, meg tudunk-e állni. Ja, valahol. Ezzel a nagy van, ezzel a nagy pick-uppal, a kamionnal. Kamionnal, ezzel, igen, mert kamionosok vagyunk most. Ezzel itt nagyon-nagyon nehéz mehetőnbe parkolni egyébként. Mindennel nehéz, de ezzel pláne nehéz, mert a parkolóházakban nem szeretnek beengedni ilyen. Nem. Ja, az utcán meg aztán képtelenség. Az utcán meg ki tud parkolni. Nézd meg. Hol vagyunk akkor most? Second Avenue. Kettes Avenue-n vagyunk, haladunk délfele. Nem tudom miért. Hát, mert itt egy kicsit most akarunk valamerre menni, de nem tudjuk, hogy merre igazából. Valami parkolóhelyet kéne vadászni, aztán meg kaját nézni. Kaját nézni? Ja. Ez az utcán. Nincs senki, ugye. Szerintem mi dobjuk le a járművet és menjünk itt a bicajjal. Ja, nézd meg. Igen, mennyi bicaj? Mennyi bicaj, mi szétekáson én még nem láttam. Ide be lehet állni? Itt no. Állnak pick-upok, úgyhogy elvileg itt meg tudsz állni. Jönnek mögöttünk, ja? Hey! Hey! Can we park here with the truck? That one? Yeah. Okay. How much? You can park and how long be, sir? Maybe an hour, 1 hour. 1 hour, gonna be $60 at this time, little expensive. 60? $60? $60. 16? No, 60. $60. Oh, no, $60, no, thank you. Hát figyelj, hát a $60 az... Akkor jobban jársz, ha megállsz a követség hát előtt és kapsz egy tiketet. Ja, ja. Hát, és akkor legalább és akkor lehet, hogy nem kapsz, érted? Lehet, de, hogy nem kapsz tiketet. De ez egy órára, $60. $60, hely, mi ez? Most komolyan. $60. Azt hittem 16-t mondom. Én is, mert volt egy kis akcentus az embernek, oké. Egy kicsi, ja. Akkor visszamegyünk oda, vagy mi lesz? Oda néz ott van egy kis rohadék, ez a büntető, látod? Igen, néz. Ezt néz. Ez milyen kocsi? Én azt nem tudom, hogy ez milyen kocsi, de... És itt nem, itt hogyha megállok órásnál... Igen, de milyen jó izé neoreklám van a tetején, látod? Ilyen futóreklám. Hallod, és ha itt megállok... Itt akkor itt elvileg lehet? Már van ott parkoló. Mi van kiírva? Commercial vehicles only. De ez nem jó. Hát ott mindenhova ez van, bazd. Ez a környék. Ez a környék, ez az, hogy commercial vehicles only. Ja, már majdnem minden környéken ez van. Nem, sok helyen van, ahol rendes autóval lehet parkolni. A lényege az a commercialnak, én tudom, hogy kell, hogy legyen, és a mágnes táblát se fogadják el. Kell, hogy föl legyen a cég matricázva a kocsira. Én biztos, hogy nézd meg, hogy itt egyszerűen nem lehet haladni, ez itt el van akadva. A bója a izék közepén, hát de már egy fél órája itt áll. Én nem tudom, hogy mit csinál, hogy beragadta a nő ott a hátuljába, és nem bír kiszállnia, ezen most szállnak ki. Akkor a bója az út közepén, torlódás minden irányba, áll a sor. Ott építkezés, itt bója. Most a pizzajos. Ezek a bicajosok is úgy mennek, hogy hihetetlen. Figyelj, itt beszűkül, oda nézd, mert ott is útfelbontás van. Figyelj, itt nem lehet balra menni? De én itt elmegyek. Akkor elmegyünk balra. Jobbra kéne mennünk, de balra menjünk. Vigyázz! Ez átjön itt a zebrán. Mondjuk zöld nekik, de hát nem számít. Aha, azért az... Látod, ezen átmentél volna. Azért azon átmentem volna egy úthengeden is. Kellett volna érte, nem? Igen, a gyerekért. Hogy miért nem? Annyira miért. Oké, akkor majd a következő lehetőségre elmegyek jobbra, mert arra mennek a számok. Egyébként majd bejövünk Attila ide úgy, hogy vonattal, vagy egy kis a te kocsiddal, kicsivel, mert ezzel lehetetlen érteszik
parkolásunkat. Nagyon sok ez a töltő hangjézet, szóval. Ez melyik ebnyom? Ez itt mi? Melyik mi? Ez az épület, ez nem a könyvtár? Ez nem. Ez valami jókofa épület, de ez nem a könyvtár. Oda nézz a kártyavárakot. Makettek, olyan, mint a makettek lennének. Kurva szép. Egy kis felhőkarcolókat is beleveszünk itt. Itt élünk már 10-20 éve, érted? És még mai napig így... Nézelődünk. Nézelődünk, mint a turisták. Mi? Na, ez a Park Avenue. Mert középen van ez a sáv, azért parknak hívják, de mikor tavasszal, meg nyáron ezt bevirágosítják, meg teleültetik virággal, nagyon szép szokott lenni. És már jön a tavasz nem sokára. Ja, hát most is hány fok van? 61 Fahrenheit, tehát ír a járműved, az mennyi? Az 15 de Celsius fok igen, körül van? Igen. Simán 15-16 Celsius fok van, süt a nap, gyönyörű. Megvettünk a Grand Central, ugye ezt is nem tudod felvenni? Ja, azt most sajnos nem. Kár, hogy nincs tetőablak a Verdadon, mert akkor kiállnék a te... Ez tök jó. Ja. A Krisztiánnal úgy videóztunk, mikor lementünk Floridába, kinyitottam a Volkswagen-et. Gyerek kibújt rajta, és akkor úgy bet mindent. Nem, mert vágatok rajta. Ja, jó lenne. Legközelebb olyan járműt tenni. Ez ilyen kevés taxi van? Ugye most csak itt megvettem a tükörbe, csak ez mi ez a gép? Nem tudom, de még elég jól néz ki a gép. Elég egybe van. Figyelj, mert mi a tetején az a nagy vas? Azt tartja össze az autót. Aha, valami az is. Azt a része lehet. Menjünk mellé, nézzük meg, hogy oldalról milyen állapotban van. Hát, ha sokkal jobban néz ki. Aha. De ezt megengedik, hogy ezzel még az ember menjen. Nem azt a mindenit. Azt a begyel mindenit. Azt a kemény. És megy, hallod? Mondják azt, hogy a Ford nem jó autó. Ja, látod, és még hasít a géppel itt az ember az autópályán.